nézem az ablakból. Várlak, nagyon úgy hiányzol. A gyertya végig ég, itt vár rád az ajándék. Nem kérek mást, csak hogy itt legyél. Sétálnék, de egyedül miért mennék? Kézben kéz, amire vágyom rég. A fények már égnek a fák, fenyő illat tölti be a szobám. A szívemben él sok szép emlék. Nagyon meghitre sikerült ez a dal. Sziasztok, köszöntelek titeket sok szeretettel. Szia. Hát legutóbb a balatoni nyárban beszélgettünk a Nyár című dalotokról. Ez most már a második magyar nyelvű dalotok. Mi volt az apropója? Mikor találtátok ki, hogy készültök idén egy ünnepi hangulatú dallal? Ez viszonylag last minute-re sikerült, egyáltalán nem terveztük, hogy lesz karácsonyi dalunk. Én valószínűleg azért, mert hogy ugye kijött a kvártettel a lemez, és teljesen le voltam már otthon nyugodva, és egyszer csak így elkezdtem játszani egy dallamot az zongorán, meg gyorsan kipattant a fejemből két verze, és aztán megmutattam a Milánnak, mert gondoltam, hogy ezt így gitárral szeretném valamiért, most azt hallottam magamban, és gyakorlatilag pillanatok alatt írtunk belőle egy új dalt, és hát nyilván a szövege az meg valószínűleg adta magát, mert most azért nyilván nem tudunk elmenni amellett, hogy ennyire furcsa évünk van, és nagyon sokan nem találkozhatnak a barátaikkal, a családtagjaikkal, nekünk is van olyan családtagunk, rokonunk, akivel nem fogunk tudni találkozni, mondjuk mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy együtt ünnepelhetünk, de nyilván befolyásol minket az, ami most történik, úgyhogy valószínűleg a szöveg az meg innen jött. Kiknek szól ez azért mégis úgy igazán? Hát én azt gondolom, hogy főleg a mostani helyzet miatt mindenki tud vele azonosulni, de mivel végül is egy karácsonyi dalról van szó, ezért aztán ez hatványozottan igaz, én úgy gondolom. Ez az ünnep mennyire áll közel egyébként hozzátok? Hát hoznám nagyon. Mennyire inspirál új dalok? Engem egyébként is, meg hogy lassan hagyományá vált, hogy minden karácsony előtt vannak koncertjeink, és nekem 2010-ben is megjelent egy ajándék című lemezem, amint csak magyar nyelvű karácsonyi dalok vannak. Úgyhogy én abszolút nem is tagadom, hogy az egyik kedvenc ünnepem. Tehát én nagyon szeretem ezt, meg az erre való készülődést, a díszítgetést, a sütés-főzést, tehát én nagyon szeretem ezt a hangulatot. Áll már otthon a karácsonyfa, mint itt a stúdióban nálunk? A fa nem, mert az azt hiszem, hogy mind a kettőnknél úgy volt, hogy gyerekkorunk óta ez viszonylag közel a karácsonyhoz, tehát gyakorlatilag inkább a szentestéhez köthető, de attól függetlenül én már így díszítgetem a lakást, meg már így reprodukálok egy kis süteményt, amire majd azt gondolom, hogy karácsonykor is lesz igényünk, úgyhogy így próbálunk lélekben is készülni. És hát ugye készítettetek egy klipet, ami nagyon hangulatos lett. Mi volt a fő koncepció? Mire törekedtetek? Tulajdonképpen mi szeretjük az ilyen egyszerű dolgokat, tehát nem akartunk ilyen óriási nagy megfejtést, hanem egy ilyen kis kedves, egyszerű, karácsonyi hangulatú klippet szerettünk volna, és szerintem ez tökéletesen megvalósult. Igen, így van, mert én azért nézegettem elég régóta ezeket a karácsonyi berendezésű stúdiókat, és ez volt az egyik legkedvesebb számomra, és nagyon boldogok voltunk, hogy találtunk egy olyan napot, amikor kettő darab órájuk volt, ami még lukas volt, úgyhogy oda még be tudtunk menni, mert ugye ilyenkor mindenki családi fotókat készít, és lehetetlen fotostúdiót találni. És az egyik legilyen minimálabb, tehát hogy nem akartunk ilyen nagyon gicses karácsonyi helyszínt, hanem egy kicsit olyan, mint hogy a saját otthonunk lenne, ahol éppen arról éneklünk, hogy nem lehet velünk a másik. És ahol egy picit betekintést engedtek nekünk. Így van, nézőknek. Egy kicsit olyan bolondok is voltunk, mint egyébként a magánéletünkben. A kutya nem a miénk, ezt nagyon sokan megkérdezik, ő egy barátomnak a kutyája, és csak ők voltak ugye ketten ott a stúdióban rajtunk kívül, és hát ennek a barátomnak a lánya, akit úgy hívnak, hogy László Dorina, és ő készített ezt a csodálatos filmet. És hát készültök egy meglepetésre, ugye december 19-e ez a dátum. Mi mindennel készültök pontosan?
Hát tulajdonképpen szeretnénk egy ünnepi hangulatú kis livestream, kis koncerttel kedveskedni a közönségünknek. Hát izgalmas, nekünk is ez egy kihívás, főleg a technikai megoldás, de már volt ilyen koncertünk korábban, úgyhogy már van egy kis tapasztalatunk, de azért mindig kihívást rejteget ez a dolog. Mindig szeretem az új klipek alatt nézegetni a megjegyzéseket, kommenteket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretnek titeket az emberek, mert tényleg csak pozitív bejegyzést tudtam olvasni. Ez lehet az oka annak egyébként, hogy idén megválasztottak téged, Klára, az év jazz énekesnőjének szerinted? Vagy tényleg egyszerűen ennyire megtalálod az utat az emberek szívéhez? Nem tudom, hogy ezt minek köszönhetem, de nagyon hálás vagyok érte. Igazából a klip az lehet, hogy azért ilyen népszerű, mert tényleg viszonylag természetes, tehát így abszolút nem egy beállított dologról beszélünk, hanem egy nagyon egyszerű, szövegű, nagyon egyértelműen arról éneklünk, ami most történik, és lehet, hogy ezzel sokan tudnak azonosulni. Az meg, hogy ugye a szakértők úgy döntöttek, vagy ez a szakmai zsűri, a szerkesztők, hogy én lehettem a legjobb, ez nagyon jól esik, persze én sosem így gondolom, de nekem ez nagyon, nagyon kedves. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy ez a díj inspirál majd téged, titeket új közös dalok születésére, vagy hát ugye írására, és nagyon szép évvégi készülődést kívánok nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.